A magyar kormány által támogatott gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően érezhetően javult a vajdasági magyarok életminősége, mondta el Magyarország külgazdasági és külügyminiszter helyettese a Pannon Televízió Szubjektív című műsorában. Magyar Levente kiemelte, sorra nyílnak olyan üzemek, amelyek munkavállalók százainak adnak megélhetési lehetőséget. 23 nagy üzemet adtunk, illetve adunk át a következő hetekben. Ez ugyanakkor csak a jéghegy csúcsa a programot illetően, hiszen tízezer fölött járunk már a nyertes pályázatok össz számát tekintve. Tehát egész vajdaság megmozdult és építkezik, és nagy megtiszteltetés, hogy a magyar kormánynak és nekünk minisztériumnak ebben szerepe lehet. Március végén közös magyar-szerb kormányülés várható, erről a miniszter helyettes elmondta. Az alkalomból komoly, a két ország kapcsolatát meghatározó és tovább erősítő bejelentések várhatók. Közlekedési témákban, vasútfejlesztés fejlesztés, magyar cégek Szerbia jelenlétének az erősítése tekintetében, a Szerbiába irányuló magyar vállalkozások, magyar, magyar kormány általi finanszírozása módjának a meghatározásában nem csak vajdaságra fogunk a jövőben figyelni, ahogyan eddig sem pusztán vajdaságra terjed ki a figyelmünk, de a jövőben szeretnénk azt elérni és ösztönözni, hogy magyarországi vállalatok Belgrádtól a délre is látványos léptékben megjelenjenek. Magyar Lement a közelgő európai parlamenti választásokról is beszélt műsorunkban. Azt mondta, a határok védelme és Európa kulturális önazonosságának megőrzése a voksolás tétje. Mi erre törekszünk, és Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy a súlyánál is nagyobb mértékben befolyásolja a megítélésünk szerint pozitív irányba ezt a végkimenetet és természetesen minden szavazatra szüksége lesz a jobboldali, konzervatív, Európa párti, és nem az európai kultúra lerombolásán dolgozó erőknek, így a vajdasági magyarokat is meg kell arról majd győznünk, hogy ez az ő életüket is érinti. A májusi EP választáson a kettős állampolgársággal rendelkező vajdasági magyarok is részt vehetnek, a Fidesz-KDNP listáján pedig ismét szerepelt Deli Andor vajdasági származású EP képviselő, a magyar Leventével készült szubjektívet szombaton 17 órától láthatják a Pannon televízióban.